Sziasztok, kedves zengyakorló társak! Én kaptam ma a feladatot, már több egyszer, Csongan Szunimtól, akinek ezt nagyon köszönöm. Tartsam meg ezt a mai bevezetőt a Dharma beszéd előtt. Úgyhogy akkor most következik a bevezetőnek a bevezetője. Mert hogy felszokták nekem tenni a kérdést, hogy miért jó zent gyakorolni? A hétköznapi életben mit ad ez nekem? Egyáltalán változott-e az életem az elmúlt tucatnyi év alatt? Meg hogy ha változott, akkor miben? És természetesen változott. Nem csak az évek folytak el, meg tűntek el, hanem sokat kaptam a zen gyakorlattal. Azzal, hogy tudok lélegezni. Tudok figyelni ide. És azzal, hogy ti itt ültök most előttem, rengetegen, és mindannyian engem figyeltek. Ez egy elég elképesztő, mondhatni ijesztő érzés. Ennyi szem keresztüzében lenni úgy, hogy nem vagyok közszereplő, nincs színészi képzettségem, és a viszonylag nagy csoport előtti beszédben is elég kevés tapasztalatom van. Ahhoz képest itt ülök viszonylag nyugodtan, és viszonylag összeszedetten. És akik már tartottatok ilyen dharma beszéd előtti bevezetőt, biztosan ugyanezt éreztétek, hogy néznek, nagyon figyelnek, és biztos, hogy nem szeretnének csalódni. Például ebben segít a zen gyakorlat. Én most úgy tudok itt ülni, figyelni rátok, viszonylag összeszedetten gondolkodni, és rákészülni az előttem álló percekre, hogy nem akar kiugrani a szívem a helyéből, meg nem itt dobog, hanem megtalálta a helyét itt valahol. És még örülni is tudok nektek, hogy itt ennyien gyűltetek össze ma délután. Szóval ez volt a bevezető bevezetője. Mert hogy ez a hétvége, aminek ez a szombati napja van most is délutánja, ez egy különleges hétvége, mert hogy ma itt már volt két gyönyörű szertartás. Egyébként egy zen táboron vagyunk, egy alapvetően kezdők számára szervezett eseményen, de ma már itt volt egy esküvő, és volt egy őstiszteleti szertartás. És egyik szebb volt, mint a másik. De ez egy akár elcsépelt szöveg is lehetne, hogy egyik szebb, mint a másik, hát végül is mindig ezt mondjuk, hiszen ezt illik mondani, mi mást is mondhatnánk. Nem mondhatjuk azt, hogy az egyik csúnya volt, a másik meg unalmas. De ezek tényleg nagyon-nagyon megindítóak voltak. És ezt abból tudom, hogy mind a kettő alatt elkezdtek folyni a könnyeim. Csak úgy. Mert mind a kettőnél éreztem, hogy mit jelent. Az őstiszteleti szertartással kapcsolatban kezdtem el gondolkodni a saját őseimen. Már akkor, amikor tegnap este összeírtam egy lapra a kis családfámat. A nagyszüleim sajnos már nem élnek. A négy nagyszülőmből hármat ismertem egészen sokáig, egyet viszont az anyai nagypapámat már nem is ismerhettem, mert
meghalt, mielőtt megszülettem. Egészen fájdalmasan fiatalon. Viszont az anyukám és az ő anyukája, az én anyai nagymamám mindig nagyon szépeket meséltek róla, és tudom, hogy egy nagyon jó ember volt. Az apai nagyszüleimet ismertem, nagyon szerettük egymást, és a nagyszüleimről kezdtem el gondolkodni, hogy mit kaptam tőlük. Mi az, ami még ma is kíséri az életemet? Anyai ágon győri vagyok. Anyukám Győrben született. Győr mellett, egy kis faluban úgy hívják, hogy Bácsa. Közel van a Duna árteréhez. És kislányként nagyon sokszor voltam ott, és nagyon mélyen belém ivódott, és azóta is rajongva szeretek minden ártéri erdőt. A nagymamám háza közvetlenül az ártéri töltés mellett állt a falu legszélső utcájában. És kimentünk az udvarról, kimentünk a kertből, a kerítésen keresztül, és tulajdonképpen rögtön fel lehetett sétálni arra az ártéri hegy, vagy domboldalra, ami szegélyezi a folyót és az ártéri erdőt. Ezen a töltésen gyerekként nagyon sokszor sétáltam. Annyira mélyen belém ivódott az ártéri erdő télen, nyáron, ősszel mindig, hogy ha valami nagyon megnyugtatóra akarok gondolni, akkor most is ez jut az eszembe. És amikor eljutok most Győr mellé, Bácsára, néha eljutok, laknak még ott rokonaim, akkor mindig fölmegyek a töltésre, és mindig sétálok egy kicsit. És mindig ugyanazt a gyerekkori hangulatot sikerül visszaidéznem. És ez nem azt jelenti, hogy visszasírnék egyfajta múltat. Ez nem is nosztalgiázást jelent. Mert akkor ott a jelen pillanatban vagyok. De a jelen pillanatot a múltnak, a nagymamámnak és annak a nagypapámnak köszönhetem, akit nem ismerhettem. És ott a nagymamámnál minden nyáron eltöltött néhány hétnek. Apai ágon pedig Gyöngyösön születtem, a Mátra alján. Nagyjából 6 éves koromig ott is éltem. Akik egy kicsit jobban ismernek, ők tudják, hogy nagyon sokat túrázom, gyakorlatilag minden hétvégén. Az erdőknek és a hegyeknek a mérhetetlen szeretetét innen kaptam. A Mátra aljáról, Gyöngyösről, és abból a szülői házból, ami az apai nagyszüleimnek a háza volt. Ahonnan minden hétvégén kisgyerekként engem fölvittek a Mátrafüredre, vagy a Sástóhoz, vagy Mátraházára. És ez nagyon-nagyon mélyen belém égett. Azóta is hozom magammal, nem mázsás súlyként, hanem egy ajándékként, ami nagyon szépé teszi az életemet. És ezt nekik, a szüleimnek, és a nagyszüleimnek, és itt a gyöngyösi apai nagyszüleimnek köszönhetem. Nagyon örülök, hogy megtörtént ez az őstiszteleti szertartás. Lehet, hogy sokkal mélyebb és magasztosabb gondolatokat is szülhetett néhányotoknál. Belőlem ezt hozta ki, és nagyon örülök neki, hogy ezt hozta ki. Nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm, hogy ezen együtt vettünk részt. Ez a hétvége még más szempontból is fontos volt, mert az itt most jelenlévő embereknek a nagy része zentáborban van, ami ugye a kezdőknek dedikált alkalom.
Alapvetően háromféle hétvégi eseményünk van. Ugye van a zentábor, vagy az egynapos zengyakorlat, amit leginkább a kezdőknek szervezünk. Van egy középhaladó, amit már ugye azoknak, akik zentáboron voltak, egynaposon voltak, vagy a budapesti, vagy valamelyik szangába járnak rendszeresen. Aztán pedig vannak a haladó alkalmak, ahol ugye már azok gyűlnek össze, akik jóformán mindent tudnak. Amikor haladó alkalmat tartunk, akkor egészen könnyű dolga van a dharma tanítóknak, mert az ott megjelenő gyakorló társak tényleg jóformán mindent tudnak. Nem kell elmondanunk formális étkezést, nem kell mondanunk éneklés közben semmit, tudják az oldalszámokat, sőt gyakran tudják a szöveget is. Együtt vagyunk, gyakorlunk. És ennek van egy nagyon jó dinamikája. A középhaladó eseményeinken, a középhaladó elvonulásokon általában olyanok vannak, akik vagy haladó gyakorlók, de erre volt most lehetőségük eljönni, erre volt most idejük, hogy egy középhaladó elvonuláson vegyenek részt, vagy pedig viszonylag kezdők, ezért életükben először nagy levegőt vettek, és eljönnek egy középhaladó elvonulásra. Nagyon remélem, hogy sokatok közül, akik most itt eljöttek a zentáborba, majd jönnek középhaladó elvonulásra is. Ez egy érdekes hibrid alkalom, mert mivel vannak haladók, és vannak viszonylag kezdők, inkább mindent elmondunk. Inkább mindent részletezünk. És nagyon helyén van ez így, mert általában a második nap délutánjára úgy keretbe szokott kerülni minden, és mederbe szokott kerülni a folyamat, és megy a dolog majdnem, mintha egy haladó elvonulás lenne. Aztán pedig vannak ezek a hétvégék, aminek most a szombat délutánján vagyunk, ami egy zentábor, és hasonlóak szoktak lenni az egynapos zengyakorlatok, ugye azokat is általában azoknak tartjuk, akik vagy nem voltak még itt, vagy még most ismerkednek a zennel. Azt hiszem, hogy a legnagyobb felelősségünk nekünk, akik vagy dharma tanítóként tevékenykedünk itt ilyenkor, vagy esetleg a templom bent lakói vagyunk, a legnagyobb felelősségünk ilyenkor van, mert egy kezdő alkalom az a kapu. A kezdő alkalom kicsit egyfajta kirakat. És amit itt mutatunk, a többiek azt látják, és az alapján döntik el, hogy jön nekem majd legközelebb. És minden ilyen alkalom igen nagyon nagy örömmel szokott eltölteni, és nagyon büszke vagyok mindenkire, aki életében először jön zen gyakorlatra. Évekkel ezelőtt történt, és ezzel most azt szeretném megvilágítani, hogy mekkora felelőssége van annak, aki már nem egészen kezdő, hanem egy picit már régebb óta kezdő. Lehet, hogy már van 5 fogadalma. Ez is lehet, hogy van 10 fogadalma, ami itt a karján látszik is. De leginkább itt tudja, meg itt tudja, meg itt tudja a tantiemben. Szóval, hogy ez egy nagy felelősség. Időnként kiütközik egészen komoly dolgokban, amikor komoly segítséget kérnek, komoly kérdéseket tesznek fel zen gyakorlótársak. De az is előfordul, hogy egy éneklésen veszünk részt, vegyesen, kezdő és kevésbé kezdő haladó és kevésbé haladó zen gyakorlótársakkal. És emlékszem arra, amikor egy felismerés volt, hogy mennyire kell figyelni
a mozdulatokra és mindenre, amit teszünk. Mert ilyenkor mi itt a templomban már példát mutatunk. De hát egy éneklés volt, esti éneklés, estén énekeltünk, mindenki beleadott apait, anyait, daloltunk boldogan, szutrákat, mantrákat, ment a moktak alatta, nagyon jó volt, időnként leborultunk, időnként meghajoltunk, és aki mellettem állt, egy egészen kezdő zengyakorló társ volt. És amikor viszketett az orrom, akkor megvakartam. És ő mellettem állva megtette ugyanezt a mozdulatot. Utána én szabadkoztam, hogy jaj, ne haragudj, csak az orrom viszketett. Hát ennyire, ekkora a felelősségünk, és ennyire figyeljünk egymásra. Mert elképzelhető, hogy csak az orrunk viszket, és a többiek esetleg ezt valami rituális mozdulatnak vélik. De most, hogy ezt elmondtam nektek, ti már nem fogjátok annak gondolni, hogy vártam, megvakarhatom az orromat is. Visszatérve arra, ahogyan elkezdődött ez a bevezetőm, az ősök tisztelete azok, akik előttünk vannak az időben, vagy akik mondjuk inkább így mögöttünk vannak. Ők is minden megmozdulásukkal példát mutattak. Akkor is, ha nem is tudunk róla. Mert nem nekünk mutatták azt az orvakarást, hanem a szüleinknek, vagy a nagyszüleinknek. És mi aztán szépen átvettük a megmagyarázhatatlan mozdulatot, az esetleg megmagyarázhatatlan szokást, azt, hogy gyönyörűséggel tölt el, ha az ártéri erdő töltésén sétálunk, vagy csodálattal tölt el, hogyha kékestető alatti sárga keresztel jelzett turistaúton ballagunk egy késő tavaszi délutánon. Mindent tőlük kaptunk. Becsüljük meg, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.